Köszöntöm Önöket! A konzervipar valamikor a 19. század legelején alakult ki, amikor katonák ellátásának biztosítása érdekében kellett valami forradalmi technológiával előállni. A francia cukrász Nicolas Appert nyerte el a díjat ötletével, ezért aztán őt hívják a mai napig a konzervipar atyának. Azóta is nagy népszerűségnek örvend a befőzés házilag is, és iparilag is. Mi ezúttal az utóbbit nézzük meg, azon belül is a megy feldolgozását, ami természetesen nem az üzemben kezdődik. Écsre látogatunk, ahonnan a feldolgozó iparba viszik a gyümölcsöt. Kedves Zsolt, az idei munka úgy látom, hogy elindult itt a gyümölcsösben. Meséljen egy kicsit, hogy mi történik most itt körülöttünk. Hát megkezdődött a szüret nagy örömünkre. Azt mondhatjuk, hogy elég szép a termésünk. Mennyiségileg ugyan elmarad az elmúlt évi mennyiségtől. Azért a tavalyi szárazság, a tavaszi fagy igazából ez egy kicsit azért beleszólt. Annak ellenére, hogy a szélgépeink dolgoztak, meghoztuk őket, kipróbáltuk őket, hoztak eredményt, azt látom, de sajnos teljesen megvédeni nem tudták a termésünket, de különben nagyon szép a gyümölcs, jó ízű, tudjuk vinni a friss piacra, tudjuk adni az üzemnek, és hát bizakodunk, hogy jó lesz. Mennyi vele a munka? Hogyan kerül ez a mi asztalunkra ez, amely itt önöknél ez hogy kezdődik? Nem végig sorolva a szakmát, de hát ugye a téli időszak igazából a meccésig szól, egészen talán a virágzásig a meccésről szól, utána a teljes növényvédelem és a sorközművelések, amik feladatot adnak folyamatosan, permetezéssel és kaszálással, gyomírtással, még alakító meccéssel, tavasszal is igazából, és azt elkövetkezik a gyümölcsnek a betakarítása. Itt mi két rázógéppel dolgozunk, kis pótkocsikkal, amire könnyű a rakodás, és akkor egy betonos kialakított placon pedig rakjuk raklapra, és készítjük úgymond áruvá igazából, és így kamionszám szállítjuk el a feldolgozóiparnak. Nos, kedves nézőink, a meggyel együtt megérkeztünk mi is ide Dunakilitire, a konzervüzembe, ahol a történet folytatódik. Kedves Kornélia, légy szíves, meséld el nekünk, hogy mióta foglalkoztok itt a meggyel, mióta dolgozzátok fel? 1992-ben volt az első gyártási év ennek az üzemnek, úgyhogy 92 óta gyakorlatilag itt minden évben egy feldolgozás történik, mint a termékeink közül az egyik fő termékünk. Mennyire hálás gyümölcs ez a megy, és miért pont a megy az, amire ráálltatok főleg? A magyar megyfajták nagyon híresek, és valójában én kiismerem itt állítani, hogy a magyar megy ez a legjobb minőségű megy a világon, és éppen ezért mindenki nagyon szereti, és nagyon szeret vele foglalkozni, és nagyon szereti a termékeket, amiket előállítunk belőle, és igazából a piaca is megfelelő mértékben azóta is adott, amiatt ezeket a fajtákat kifejlesztették a magyar kutatóink. Láttuk, hogy a gyümölcsösben mi zajlik, láttuk, hogyan rázzák, hogyan kerül hozzátok a megy. Innentől kezdve meséljél el nekünk, hogy mi történik vele nálatok, hogyan kerül aztán az üvegbe. Alapstratégiánk az az, hogy az első naptól kezdve, amikor megjelenik a megy a termelői körünkben, elkezdjük a gyártást, átveszik a nyersanyagot. A nyersanyag az ugye kamionokon érkezik ide a konzervüzemben, általában az éjszaka történik az átvétele, amikor nincsen meleg, lemérjük, a minőségét ellenőrizzük és a hűtőbe rakjuk, és utána kerül feldolgozásra, amikor a megfelelő hőmérsékletet elértem, mivel a 2-4 fok között a legjobb a megynek a magozhatósága, ezért technológiában ugye, amikor ezt a hőmérsékletet eléri, akkor gyakorlatilag feldolgozásra kerül, az azt jelenti, hogy kivisszük a hűtőből, feltesszük a szártépőre, a mosóra, ugye leszedjük az összes szárat róla, kirázzuk bele az összes falevelet, megmossuk, hogy már a gyártócsarnokba tisztán kerüljön, és paszterizálással történnek a konzervmegyeknek az előállítása. Kifejezetten már, amikor gyártásra kerül a megy, akkor tudjuk, hogy azt az üveget melyik vevőnknek fogjuk legyártani, és utána betárolásra kerül a késztermék a raktárainkba, ahonnan a vevő igények alapján kerül csomagolás után kiszállításra.
akkor a folytatásra mindenképpen számíthatunk. Meggyünk lesz, megbefőtünk lesz az üzletek polcain, ugye? Ha rajta múlik, akkor biztosan. De egyébként ezen kívül is biztos vagyok benne, hiszen egy megyfa 25 évig terem. Tehát amikor elülteti egy termelő, és elég sokat ültettek az elmúlt pár évben is, sokan újították meg a gyümölcsösüket, azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 20-25 évben biztos, hogy lesz megy a voltok polcaim. Hát kedves Kornélia, köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk, és bízunk a szép jövőben. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és volt rá lehetőségem, hogy a magyar megyről egy kicsit beszélgessünk. Nekem ez nagyon fontos téma. Kedves nézőink, ugye szeretjük, ha tele vannak a kamra polcai, de ha nem vagyunk olyan ügyesek, hogy magunk tegyük el a télire valót, akkor itt vannak nekünk ezek a jó kis konzervüzemek, úgyhogy biztosítják nekünk a téli muníciót, válaszuk tehát a hazait ebből is.